És következzen az első Orbán kormány óta állami támogatás nélkül működő Magyarok Világszövetségének elnöke, Patrubány Miklós, fogadják szeretettel! Emlékező, ünneplő és tiltakozó magyar közösség. A Magyarok Világszövetsége nevében jöttem köszönetet mondani a mi hazánknak, hogy megszervezte ezt a mai megemlékező tüntetést, és mindazoknak a szervezeteknek, amelyek, miként a Magyarok Világszövetsége is csatlakoztak ehhez az indítványhoz. Mi nem csak arról vagyunk híresek, hogy 25 esztendeje közellenségként kezel minket a magyar hatalom, hanem arról is, hogy a város szívében, az Asztóriával szemben, azzal az Asztória szállodával, ahonnan a Tisza Istvánt meggyilkoló különítmény indult, és ahonnan Magyarország sorsát a 20. században megrontották, azzal átellenben székházunkra visszahelyeztük a Turult. Tehát igen, egy kommunista, szabadkőműves fáklyát helyeztek a Magyarok Világszövetségének székházára, amelyet még 1896. január 1-én avattak, amikor is a Széchenyi István által alapított országos kaszinó székhelyévé vált, és amikor is Turul díszítette a homlokzatát, ahelyett egy kommunista szabadkönyves fáklyát örökítettek rá a mai magyarságra, mindaddig, amíg meg nem tudtuk, hogy ott valaha Turul állt, és vissza nem helyeztük ezelőtt 3 esztendővel. Kedves testvéreim, ez a Turul akkor fog eltűnni innen, amikor az onnan, vagyis soha. Most 56-ról szólva, hiszen október 23-án vagyunk, tömören el kell mondanom, hogy mit tartunk 1956 legfőbb örökségének és az egész emberiség számára jövőt mutató példának. Az 50. évfordulón nem csak a gyurcsányi füstbombázás, ütlegelés és terror volt Budapest utcáin, hanem egy héttel korábban egy rendkívüli küldöttgyűlésen Hegedűs Lóránt püspök, református püspök, aki maga is 56-os volt, summázatát adta az 56-os forradalom és magyar szabadságharc lényegének, kimondva, hogy az megfelelt mind az Ótestamentum 10 parancsolatának, mind pedig Jézus Urunk hegyi beszédébe foglalt újtestamentumi erkölcsi parancsolatoknak. Tehát az 56-os magyar forradalom és szabadságharc nem csak a magyarság életének egy kiemelkedő eseménye, nem csak az egyetemes emberiség életének mérföldköve, hanem 1956 egyenesen üdvtörténeti jelentőségű esemény volt. Ha tehát a ma élő nemzedék 56-ról beszél, akkor így beszéljen róla: üdvtörténeti jelentőségű esemény. És hogyha a mai liberális világban az üdvtörténeti szó nem elég ahhoz, hogy az embereket megszólítsa, akkor álljon ott, amit Rácz Sándor, az 56-os forradalom követője, aki politikai harccal próbálta érvényt szerezni a pesti srácok fegyveres harcának, miután a szovjet túlerő vérbe folytotta a szabadságharcunkat, Rácz Sándor is azt mondta, hogy igen, ez a forradalom 3 szóban fejezhető ki. Hasonlatosan miként a francia forradalomra, amelyik korábban, 200 évvel korábban az egész emberiséget megtévesztve hamisan papolt szabadságról, egyenlőségről és testvériségről, amit azóta a történelem megcáfolt, de továbbra is világra szólóan ezt hirdetik, mint forradalmi eszmét. A magyar válasz erre azonban igazság, szabadság, tisztesség és méltóság. Kedves testvéreim, ez a magyar válasz, és 56 mindenben megfelelt ennek, hiszen a pesti srácok szabadságharca, amelyik megállította a világ legnagyobb hadseregét, az a szabadságvágyunkat tükrözte, határtalan szabadságvágyunkat. A hajóládák, amelyeket pesti utcákra kihelyeztek, hogy az árváknak és a forradalom áldozatainak, utódainak gyűjtést szervezzenek, és amiket nem őrzött senki, oda lehetett dobálni a hajóládákba a pénzeket, és senki nem kellett őrizze, hiszen senki nem vette el egy fillért se belőle. A kirakatok ki voltak, be voltak törve, hiszen 10 éve éhezett a nép, de senki nem lopott semmit. Kiírták, magyarok vagyunk, nem lopunk. Kell ennél több tisztesség? Nem. És a méltóságot pedig azok a munkástanácsok testesítették meg, amelyek gombamód létrejöttek egyik napról a másikra szerte az országban, amikor se hadsereg, se rendőrség, se párt, se titkosszolgálat nem irányította a hazát, és pár nap alatt visszazökkent az élet a maga normális menetébe, minden munkahelyen lett, légyen az egyetem, gyár, mezőgazdasági szervezet, termelőszövetkezet, vagy bármi kutatóintézet, munkástanácsok alakultak meg, amelyek megvalósították azt a harmadik utat, amelyet az emberiség azóta is keres, kapitalizmus és kommunizmus közvetve ergődve, azt a bizonyos harmadik utat, ahol a munkástanácsok egyszerre jelentették a szakszervezetet, vagyis a munkavállalók érdekét, és ugyanakkor a tulajdonosi érdekeket is megtestesítették. Ebből ihletődött meg Kína, ebből nőtte ki magát az a mai Kína a világ vezető hatalmává, hiszen hosszan tanulmányozta az akkor még csak 600 000-es Kína a magyar forradalmat, és különösképpen a munkástanácsokat. Kedves testvéreim, ha viszont úgy összegezünk, hogy a magyar forradalom, tehát a szabadság, a tisztesség és a méltóság 3-as jelszavával írható le, akkor voltaképpen ott vagyunk a magyar nép lényegénél, hiszen ez a magyar néplélek lényege. És ezt mi nem máshonnan hozzuk, mint a szkíta eleinktől, akikről az idén, augusztusban a Magyarok 11. világkongresszusán nyert cáfolhatatlan tudományos bizonyítást, hogy a szkíta eleink, akik a világ első népe voltak, az ókori görögök is elismerték ezt, és a mai nemzetközi tudomány sem vitatja, hogy a szkíták ugyanazt a nyelvet beszélték, amelyiket mi beszélünk, kedves testvéreim. Tehát ennek a tudatában éljünk, ennek a tudatában emeljük fel fejünket, ennek a tudatában nézzünk szembe a jövővel, és változtassuk meg a magunk sorsát, és velünk együtt az emberiség sorsát. Másképp az emberiség ebből a halál civilizációjából, amelyikbe rohan, nem menthető meg, csak is a szkíta erkölcsök visszahelyezésével, és hogyha egy olyan nyelv válik világszerte beszélt nyelvé, amelyik olyan, mint a magyar, mint ahogyan volt egykor, amikor egy nyelvet beszélt az emberiség. Kedves magyar testvéreim, a Turul több annál, mint amit eddig szoktunk mondani. Elvégre azért vagyunk itt, hogy a Turult is megvédjük. Ez a rakamazi Turul, ami itt látható díszként rajtam, ez a Magyarok Világszövetségének egyenruhája. Nem véletlenül választottuk azt. Hiszen a Turul a szkíta eleink életében, akik 3000 évvel Jézus Urunk eljövetele előtt pontosan úgy éltek, ahogy 3000 évvel később Jézus Urunk azt tanította. Tehát az ő életükben a Turul volt a Szentlélek. A Turul teremtette meg a kapcsolatot a földi élet és a magyarok istene között. Kedves magyar testvéreim, aki a Turulhoz nyúl, a magyarok istenével fog találkozni. Erre esküszünk. Köszönöm szépen.